Köszöntöm Önöket, ez itt a Köztér a Fehérvár Televízió közéleti magazin műsora. Néhány hete ismét elkezdtünk foglalkozni a Székesfehérvári Egyes Számú Lakás Fenntartó Szövetkezet ügyeivel, hiszen több lakó taktárs fordult a Fehérvár Televízióhoz, a köztérhez, hogy foglalkozzunk a témával, mert véleményük szerint számos fontos ügy van. Stúdiónk vendége Szabó Melinda, jó estét, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönjük szépen, mi is a meghívást. Ugye kezdjük is talán az első megkereséssel, ami azóta érkezett hozzánk, egy problémakört vetett fel Huszics Márton közösségi megbízott. Jöjjön ez az összeállítást, aztán innen folytatjuk majd. A fűtés nálunk folyamatos probléma, ezügyben adtunk be egy petíciót is 2019-ben a tagértekezleten. Többen aláírtuk, mint tagok, és mint közösségi megbízott is, és erre kaptunk egy választ, hogy nincs probléma. A fűtés az szóba került, hogy leengedik a fűtési rendszerből a vizet, amit elvileg 3 éve már nem engednek le. Itt volt egy kommunikációs hiba, hogy elméletileg ők leengedték, gyakorlatilag ha egyszer leengedik, akkor mikor töltik föl? Tehát erre se én, mint elsődleges kommunikációs ember a Ballépcsőházba nem kaptam, se pedig a tagok nem kaptak róla semmiféle információt. Az információ áramlásban próbálunk e-mailben kommunikálni a szövetkezettel, és próbáljuk az iktatószámok alapján folyamatosan vinni az ügyeinket. Sajnos az iktatószámoknak a beszerzése sem egy egyszerű történet, mivel erre valaki kézzel manuálisan válaszol. Például tájékoztatást kértünk arról, hogy hogyan tudnánk kilépni a szövetkezetből. Az 586-os iktatószámú levelünkre a mai napig nem kaptunk választ, pedig ezt 2019-ben megírtuk, és a 30 napot már régen meghaladtuk. Kérdeztük azt, hogy a postaládánk felújítása az magántulajdonban van-e vagy sem. Erre sem kaptunk választ, sőt, erre, mint közösségi megbízott, félreérthető információkat kaptunk, amikor a felújítási tervről meg kellett bizonyosodnunk, hogy a postaládákat fel kell-e újítani, holott a postaládák nem is szövetkezeti tulajdonban, hanem magántulajdonban vannak. Megkérdeztük azt, hogy milyen felsőbb jogszabály alapján kell a 100%-os egyetértés ahhoz, hogy megszüntessék a szemétledobókat. Erre sem kaptunk semmilyen választ. Viszont amire kaptunk választ, az csak is postai úton. Hiába kértük a szövetkezetet, hogy e-mailben válaszoljon, de ne a tagoknak, hanem nekem. Egy helyre kelljen válaszolni. Nem válaszolnak e-mailben, mindig postán válaszolnak, a mi pénzünkből, a tagok pénzéből, és így húzzák folyamatosan az időt. A felújításaink azok pedig évek óta állnak. Olyan egyszerű dolgok, amiket mondjuk 2 vagy 3 évvel ezelőtt megkértünk, hogy mondjuk a lépcsőházban cseréljék ki a villanykapcsolókat, a mai napig nem történt változás. Erről írásos formában kértük a szövetkezetet, amit a szövetkezetnek az egyik tagja alá is írt, 2 példányban, tehát megvan ez a dokumentum nekünk is, de a mai napig nem történt semmi. Mint közösségi megbízott azt látom, a többi közösségi megbízottal együtt, hogy hiányzik az információáramlás, hiányzik az oktatás. Tehát mi, mint közösségi megbízottak, semmilyen információt nem kapunk arról, hogy mit és hogyan kell csinálni, csak iránymutatást, amit elolvasunk a szövetkezet TVS alapján, és próbáljuk betartani. De azt látjuk, hogy itt hatalmas nagy probléma van a szövetkezet és a lakók, a tagok között. És ez itt tarthatatlan. A tagértekezletek azok az elmúlt években a 2-es körzetben nálunk a civil központban voltak megtartva. Jeleztük, hogy ez probléma. A lakók nem ott laknak. A lakókhoz előtte a Tóvárosi Általános Iskolában volt megtartva ez a tagértekezlet. Az idén visszarakták, örülünk neki. De ez még mindig nem elégséges ahhoz, hogy tudjuk az ügyeinket továbbvinni.
Most ugye itt számos kérdés merült fel, amire én azt gondolom, hogy valószínűleg a szövetkezet vezetősége feladata az, hogy válaszoljon, meg is fogjuk majd őket keresni ezekkel a felmerülő kérdésekkel kapcsolatban, de hát azért mondjuk a fűtés korszerűsítésről van tapasztalatunk, voltak visszajelzések, nyilván ön is lakott költségmegosztós lakásban, önnek is van tapasztalata, tehát azt gondolom, hogy erről beszélhetünk bőséggel. Végighallgatva a bejátszást, nagyon okos dolgokat említett a taktárs, a volt taktárs. Valóban olyan a szövetkezet vezetőségével való a tájékoztatás kérés, mint a süketek párbeszéde. A tagok kérdeznek, semmitérő válaszokat kapunk, holott fővárosi ítélőtáblai végzések egyértelműen bizonyítják, hogy érdemi hiteles tájékoztatást köteles a vezetőség adni. Hogy mi a probléma? Tehát nem csak itt a közösségi képviselő által megbízott problémák vannak, hanem most egy-két hasonló más taktársától való problémát is felolvasnék itt. Itt például egy Rákóczi úton lakó illető a következőt mondja. Úgy gondolom, hogy a lakásszövetkezet vezetője nem méltóak a bizalmukra, sem erkölcsileg, sem pénzügyileg nem megfelelően végzik a munkájukat, nem megfelelően bánnak a befizetett pénzeinkkel. Egy perbe benyújtott hasonló taktársi probléma, ez másik taktárs nyújtotta fel. Kérdésünkre, hol van az évtizedek óta felújítási címen befizetett összegek? Válasz az, hogy elszámolás nincs. Következő. Egy működő demokráciában az egyének van beleszólása az életét érintő kérdésekben. Dávid úr vezette társaságnak erről fogalma sincs. Dávid Lajos volt a volt elnök, de ahogy hallottam, sajnálatos módon ő meghalt már. Tehát új elnökünk van 2017 óta. Következő állítás. Következő dolog. Úgy szeretnénk visszahívni a jelenleg teljes vezetőséget. A működésünkre hivatkozás, például a határozatok előtt a lakókkal való bármiféle egyeztetés, hazugság, attól, hogy Farkas Béla a pénzükön alkalmazott jogász úr ezt állítja, nem válik valósággá. Következő taktárs, a következőt írja. Valakinek a kénye kedve szerint rendezik el, mert a lakókat senki sem kérdezi meg, legalábbis nálunk és több helyen sem. Azt mondja, hogy a tagságot megint kihagyták a döntésekből. 5 évig használni kell a haszontalan költségmegosztókat. Ki lehet hagyni a költségmegosztókat, amelyek alkalmatlanok a hőmennyiség mérésére? Ezt a tagtársak írják a szövetkezetnek, vagy egy másik levélben. Azt állítja, mármint Farkas úr a válaszában, hogy a taktársnak itt válaszában, hogy a lépcsőházunkban lakógyűlést tartottak. Ha ez igaz lenne, akkor csak a lakókat nem hívták meg a lakógyűlésre, mert nálunk ilyen nem volt. Tehát valóban óriási problémák vannak a szövetkezetnél. Ez mind világosan visszaadja a problémákat. Ha azt nézzük, hogy Tolstoj 4 kötetbe írta meg a háború és békét, azt hiszem, hogy a szövetkezetnél felmerült problémákat is köteteken keresztül lehetne sorolni, és az 1-2 műsorban már volt is erre precedens. Ugyanakkor azért itt az is elhangzott, hogy itt például kifogásolta a nyilatkozó úriember, közösségi megbízott küldött Huszics Márton úr, hogy mert postai úton válaszolnak. De akkor van olyan kérdés, amire válaszolnak ezek szerint? Hát a válaszok többsége, én is tucatjában tudnék olyan levelet írni, meg majd itt esetleg a későbbiekben be is mutatom azt, hogy Farkas úr azt írta, hogy a válaszában azt írta, hogy nem válaszol. Tehát vagy olyan válasz küld, ami köszönő viszonyban sincs a feltett kérdése. Erre teljesen fölösleges 600-valahány forintos ajánlott postai költséget kifizetni. Ez a probléma. Én mondjuk személy szerint egy dolgon lepődtem meg ezen a víz leengedéses kérdésem, mert én ugyan nem az egyes számú lakás fenntartó szövetkezet területén élek, de én is társasházi lakásban lakom, ott például minden fűtési időszak végén a nálunk tevékenykedő társasház kezelő kiírja, hogy mely időszak az, amikor le lehet engedni, és le is engedik ugye a vizet, illetve akkor
pontosan ebben az időszakban, mivel le van engedve a rendszer, lehet radiátorcserét és a többi korszerűsítéseket végezni. És én azért döbbentem meg, mert azt hittem, hogy ez akkor mindenhol így van, de a jelek szerint nem. Nem, a szövetkezetnél nem engedik le a vizet. Ha a lakó kéri meghatározott időszak fűtési szezonon kívül, akkor előfordulhat, de ehhez külön kérvényezni kell. A kérvény be kell nyújtani a szövetkezethez, a szövetkezet behozza a szép hőnek. Tehát ezek az éves leengedések régebben megvoltak, de most már nincsen, egyáltalán nincs meg. Tehát. De még egy gondolatot, például mi is az egyik legnagyobb probléma. A szövetkezetünk ügyvédje, Tettinger ügyvéd úr világosan kifejtette a 2015-ös küldöttgyűlésen, hogy mit ért a tanácskozási jogon, és ezt a tanácskozási jogot az igazgatóság is betartja. Szerintük a tagnak arra van joga, hogy a küldöttgyűlésen részt vegyen. Csak az a probléma, hogy 2015-ig azt se tudta a tag, hogy mikor van a küldöttgyűlés. Tehát ez is jogsértő módon történt a szövetkezetnél 2015-ig. Majd azt írja a Tettinger úr, és ez a jegyzőkönyvben le van írva, hogy a tagnak joga van arra, a megjelentnek, hogy kérdést tegyen fel, de arra már nem köteles senki válaszolni. Tehát milyen tanácskozási joga, amikor a süketek párbeszédek, kérdezek valamit, de választ nem kapok rá. No, egy másik tag is fordult hozzánk különböző felmerülő problémákkal, gáz- és katasztrófa védelmi munkák kapcsán, érdemi tájékoztatás hiánya kapcsán keresett meg minket Posztl Józsefné. Következzen az összeállítás. Hogyha azt mondják, hogy ezek a költség megosztók annyira gazdaságosak, akkor miért van az, hogy semmilyen intézményben nincs felszerelve, semmi a polgármesteri hivatalba menjünk a kormányablakhoz, sehol nincs felszerelve. Ha annyira gazdaságos, akkor miért nem? Miért csak minket, akik ugye panállakásban laknak, kényszerítenek erre bennünket? A másik pedig, hogy azt se értem, már múltkor mondtam, hogy ugye légkömméterben van a lépcsőház. Én utána jártam, pár üzlet is légkömméterben van kiszámítva. Most akkor nem értem, ha azokat lát légkömméterben, akkor én szeretném, én nem lát az én lakásomat is légkömméterben kiszámítani, nem? Hát ez, én szerintem ez így logikus lenne. Akkor most rátérnék egy másikra, a villámvédelemre. Tehát amikor ugye miért még felszerelték volna itt nálunk, itt ugye 16-tól a 28-ig, tehát 7 lépcsőházban felszerelték volna a villámhárítót. Ugye előtte elmentem, és érdeklődtem ugye más házaknál, hogy mennyibe került. Hát, tehát ugyan ebbe az utcába érdeklődtem, tehát semmi különbség nincsen, nehogy azt mondják, hogy ez miatt különbség van. Tehát voltam egy olyan helyen, beszéltem a közösségi megbízottal, ott 5 lépcsőház van. Most az 5 lépcsőháznak került a villámhárítója olyan 2 millió valamennyiben, és még azt is mondta az illető, hogy azt abból fizették ki, amit a panelprogramból visszakaptak. Akkor nem értettem, megmondom őszintén. Hát aztán később hallottam, ugye, hogy mi is kaptunk vissza a panelprogramból. Most ezt is mondanám például, hogy mit a Sütőút 16-tól a 28-ig 2.459.199 forintot kaptunk vissza. Tehát mi is nyugodtan ebből meg tudtuk volna csináltatni. Mondjuk ez a pénz, hogy hol van, azt nem tudom. Most akkor a villámhárítóval még annyit, hogy mentem az anyukámhoz, és ott látom, hogy nincs új, hanem a régi van még meg. Tehát ez is felmerült bennem, hogy egyáltalán muszáj volt-e újat feltenni, tehát költségbe verni bennünket. Lehetett volna a régit leszedni, és visszaszerelni, vagy más megoldást csinálni, mert ugye most ez a hőszigetelés alatt megy a régi villámhárító. Most mi volt, mikor ugye említettem már, voltunk benne a polgármester hivatalba, megnézni ennek a panelprogramot, hogy miből tevődik össze, vagy hogy van. Én találtam egy ilyent, ez például a Székesfehérvár Radnóti tér 1-9. Van egy ilyen benne az árajánlatban, hogy villámhárító berendezés, leszerelése és visszaszerelése, meghosszabbítása és villámvédelmi szabványossági felvizsgálat. Ez ide van írva, hogy 12 darab, és ez került volna 1.175.360 forintba. Tehát akkor egy darab körülbelül 98.000 forintba
lett volna. Szóval, szóval nem is értem, tehát itt ebbe szerepel, akkor mi lehetett volna ezt csinálni, így meg mi fizettünk egy villámhárítóért több mint 800 ezer forintot. Azért mennyi különbség van ugye a 98 ezer forint, meg mennyi különbség van ugye a 800 ezer forint. Tehát amint mondtam, ugye ott 5 lépcsőház van, körülbelül a villámhárító 400 ezerbe került, tehát a fele, mint itt nálunk a 800 ezer forint. Azért ez nagyon sok, hogy a duplája itt nálunk. Tehát ennyit a villámhárítóról. Most még arról szeretnék beszélni, hogy ugye mikor most is ugye a köztérben vagyunk, hogy ki szoktok tűzni a papírokat, ugye a tagokat tájékoztatni, hogy mikor van ez az adás, hogy ugye minél többen nézzék, vegyék észrevételeiket, tegyék meg. Mindig le van, mindig letépkedik. Most, hogy a közösségi megbízott, vagy a küldöttek, de azt is hallottam már, hogy erre meg van bízva egy ember, akit a szövetkezet megbíz, hogy szedje le. Hát egy kicsit furcsának találom azért, mert mitől félnek, mitől tartanak, miért kell ezt letépni? Lényegében mi az ő munkájukat csináljuk, ugye, mert a küldötteknek, a közösségi megbízottaknak tájékoztatnak kell bennünket, hogy mi történik a lakásszövetkezetnél, a számlákról, mindenféléről. Tehát mi az ő munkájukat végzik, inkább örülnök kéne. Arról nem is beszélve, ugye, hogy mi sem tépkedjük le, amit a lakásszövetkezet tiszt az ajtóra, akkor ők se tépjék, tartsuk egymás tiszteletét, nem? Mert ha mi nem lennénk, akkor mit csinálna a Farkas Béle, mit csinálna az elnök? Meg mit csinálnak a küldöttek, mivel a mi fizetéseinkből lennek? Mit csinálnak? Egyszer fogjuk magunkat, és azt mondjuk, hogy csak az üzembehelyezést fizetjük, fenntartást, és nem fizetjük a felújítást. Szóval azért az ember egymás tisztelete, miből ugye ők belőlünk élnek, valahol ezt meg kéne tartani. Még valamit szeretnék mondani, hogy ugye én nem tudom, már annyi levelet kapok, amikor ilyen szöveget írnak nekem, vagy az elnök, vagy a ügyvezető igazgató, hogy a sajnálatos az ön hiányérzete a tagok, lakók tájékoztatásával kapcsolatban. A szövetkezet politika szerint az információ áramlása megfelelő személyeken és fórumokon keresztül biztosított. Hát írja a küldőgyűlés, ilyen tagértekezetet, na mindegy. Ezt már körülbelül negyedszer olvastam ezt, már én is úgy voltam, hogy már is hittem ezt, mert úgy ők is annyit hangoztatják, hogy már talán el is hiszik. Hát lehet, hogy a folyó az áramlik, de hogy itt az információ nem áramlik, az biztos. És a másik az, hogy ugye őnekik érdekük is, hogy a tagértekezetre minél kevesebben menjek, mert ugye minél kevesebben megyünk, minél kevesebb a probléma, és ugye lényegében azt csinálunk, amit akarunk. Ez idézőjelbe tettem. Mert a tagértekezeten is agy van, én már hallottam másoktól is, hogy vagy lefoglalják a termet, és akik egy óráig beszélnek, és akkor utána azt mondják, hogy köszönöm, de ennyi időre foglaltuk le a termet, úgyhogy el lehet ballagni. Vagy pedig az van, hogy ugye vannak ilyen új lakók, akik akkor költöztek be ugye a szövetkezeti lakásba, és eljönnek a tagértekezletre, és akkor kétszer vagy háromszor felvetik a kérdést, de hogy arra válaszoljanak, amit kérdeztünk, hát olyan Isten nincs. Nos, hát néhány dolog elhangzott. Hogy reagálna ezekre, vagy mi a tapasztalata? Hát az információ áramlása egy az egybe egyetértek, mint a süketek párbeszédek. Kérdezünk, érdemi válasz nincs rá. Akkor itt szóba került az, hogy PANEP program. A PANEP programmal kapcsolatban csak egy gondolatot szeretnék elmondani, az, hogy a szövetkezet írta a pályázatokat, ezt benyújtotta az önkormányzatnak, az önkormányzat bonyolította le a pályázatokat. A 2014-ben tudtuk meg Cserpalkovics polgármester úrtól, hogy több mint 120 millió forintot a szövetkezetnek visszautaltak. Erről a tagságnak semmiféle információja nem volt. Én átnéztem a küldőgyűlési anyagokat, az a megdöbbentő, hogy szerintem a küldöttek se voltak tisztában semmivel. Két esetben találtam utalást arra, hogy bizonyos összeget visszakaptak, de nem 120 millió forintról, annak a töredékéről. Tehát szerettünk volna megkérdezni, hogy hol a többi pénz, miért nem szerepel a küldőgyűlési anyagok álszámolásaiban.
Ennyit a PANEL programból. A másik, ami itt szóba került, a gáz- és katasztrófavédelmi szabványosítást. Ez egy hosszabb folyamat volt, ezt érdemesebb összefüggéseibe vigyázni, megfigyelni, összefüggéseibe vizsgálni az ügyet. Tulajdonképpen 2011-es küldőgyűlésen az igazgatóság előterjesztette, és a küldöttekkel elfogadtatta a Tettinger ügyvéd úr, hogy járuljanak hozzá, hogy a küldőgyűlés 16-os melléklete alapján bizonyos ügyeket elnapolnak, mert az volt a határozatban, hogy szükséges felújítási munkákat, tehát szükségesek voltak, azok rendszeresen be kellett volna tervezni, mert a szükséges felújítási összeg nem áll rendelkezésre. Ez volt 2011-ben, majd velünk már nem közölték a 16-os mellékletet, amiben a 16-os mellékletből kiderült, pont azokat a dolgokat nem csinálták meg, amiket a későbbiekben 13-os botrányok során kibuktak. Például tűzvédelmi szabályossági felülvizsgálat 9 évenként, tűzvédelmi szabályossági, vagy villámvédelmi szabályossági felülvizsgálat 9 évenként, vészvilágítás képítése, stb. Tehát pont azokkal a munkák maradtak el, amiket 9 évenként, tehát a szövetkezet vezetőségének ügyelni kellett volna arra, hogy ezek megtörténjenek. Amikor elkezdődtek a botrányok, mert megszavaztat, ez 11-ben történt, majd 13-as küldőgyűlésben megszavaztatták a 15-ös küldőgyűlési határozatot, hogy 720 millió forintos hitelkeretet vesznek fel erre a gáz szabványosítás és katasztrófa védelmi munkákra. Majd közöltek a 11-es mellékletet, amelyben kihozták azt, hogy mi mennyibe kerül. Tehát, hogy megpróbálták alátámasztani, hogy mire kellene ez a 720 millió forintos hitelkeret. Ezzel kapcsolatban, majd az összeggel kapcsolatban későbbiekben, de a botrányok, ahogy egyre dagadtak, a LOSZ, mint nagy testvér, azonnal beavatkozott és szervezett itt egy kampányt, amiben meghívták a Kecskeméti Közös Képviselő Klubot egy tanulmányi kirándulásra. Itt lehet látni, hogy LOSZ elnök Farkas Tamás és a mi ügyvezetőnk itt elkezdte polírozni a mi szövetkezetünket, hogy itt a mi szövetkezetünknél minden nagyon ragyogó, minden nagyon szép. Majd ismertette azt, hogy 2008-as gáztörvényről van szó, amit a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium rendelettel 12-ben megerősített. Majd Farkas úr itt közli, hogy a szükséges összeg teljes egészében rendelkezésünkre áll a szövetkezet felújítási alapjában, mert közülte, hogy körülbelül 600 millió forint, itt már nem 720 millióról volt szó, itt már csak 600 millióról, megyünk lefele. Na már most, ennek az összegnek a megítélésében is óriási probléma volt, mert ha megnézzük a szövetkezeti elszámolásokat a küldőgyűlési anyagban, idézőjelben rendelkezésre álló 600 millió forint, ez nem állt rendelkezésre, mert a küldőgyűlési anyagban közölték, hogy ez a felújításhoz kapcsolatos hitelkeret, mármint a PANEL felújítások hitelkeretének a törlesztésére ment el, mert oda kellett az egyik kimutatásban a 642 millió forint szerepel, a másikban 674 millió forintos törlesztésről van szó. Majd közli az, hogy a jelenlegi hitelállományunk, mármint a 13-ban, amiről itt szavaztak a küldöttek, ez a jelenlegi hitelállományunk már az előzőkben említett gázszabványosítási katasztrófavédelmi munkálatokhoz 2012-ben, 13-ban felvett hiteleket tartalmazza. Ez azért érdekes, mert 12-ben nem vehettek volna fel hitelt, mert csak 13-os küldőgyűlésen szavaztatták meg. És hogyha megnézzük a ez még a botrányos küldőgyűlés előtt volt, vagy azon a küldőgyűlésen? A botrányos küldőgyűlés 14-ben volt. Ez igen. Még előtte zajlott. Ez 13-as események. De akkor már dagadt, mert 2013. októberében a polgármester úr termet adott, óriási felháborodással a tagok ott megjelentek, és borzasztó panaszáradatot zúdítottak. Tehát ez annak az előzmény volt. Igen. Ami érdekes, hogyha megnézzük itt a hitelállományokat, azokkal és a hitelállományok közlésével is gond van, itt közlik az, hogy hosszú lejáratú hitel, majd rövid lejáratú hitel, ha a kettőt összeadjuk, akkor 306 millió forintos, körülbelül 306 millió forintos összeg jön ki, majd 13-as évben
Igen, majd az elszámolásban, tehát 14-ben a 13-as év elszámolásában közlik, tehát ez is arra vonatkozik, tehát a hitelállományra. A betervezett 720 millió forintot terveztek be. Ebből a mérlegbe kimutattak 307 millió forintot, majd ugyanezen küldődésen a 9. táblázatban közlik, hogy több mint 378 millió forintot hitelállománya van a szövetkezetnek. A gázszabványosítás panelfelújítások következtében három ütembe hajtották végre a 7 és a 10 emeletesek épületeket illetően. Hát tulajdonképpen az első ütemesek szívták meg a legjobban, mert hogyha itt megnézzük, egy lakásra majdnem 154 millió forint jutott. Tehát mutatja ezt a kapkodást, hozzá nem értést, az, hogy micsoda tervezés, az, hogy 720 millió forintra tervezik be. A második ütemesnél ott már lement 127 millióra egy lakásra vetítve, a harmadik ütemben meg már csak 98 millió, tehát ahogy az idő intervallumban haladunk előrébb, ott már látszik, hogy egyre kevesebb, tehát az első időszakban végrehajtott kapkodások eredményei, meg az óriási tagi felháborodások eredményeképpen próbálták csökkenteni az összegeket. Na már most, én egy törvényességi eljárást indítottam a szövetkezetnél, hogy nem tudjuk, hogy vannak ezek az elszámolások, stb. A törvényességi eljárásnál nagyon trükkös módon a szövetkezet már elindult az eljárás. A cégbíróság által kiküldött papírra nekem küldött egy választ, hogy is vette fel a hiteleket, de ezek köszönő viszonyban sincsenek az előzőekben leírtakkal, mert közli az, hogy 13. júniusában felvettek 91 millió forint körül, 11. július 24-én felvettek 53 millió forint, október 17-én felvettek 160 millió forintot, hogy körüli összeget. Ha ezt összeadjuk, akkor körülbelül 304 millió, valamivel kevesebb, mint 304 millió forint jön össze. Akkor, hogyha a hitelállomány ennyi, a küldőgyűlésbe közlik, hogy ez 300 valamennyi, majd a másik táblázatban közlik, hogy több mint 378 millió, melyik az igazi érték? És szeretném kapott választ erre? Nem, tehát átláthatatlan. Majd itt közlik az, hogy február 25-én szintén vett fel Farkas úr egy 75 millió forintos hitelösszeget. Csak azt nem tudjuk, hogy mire. Na már most, én a 13-ban a küldőgyűlésen egyedül részt vettem, mert bent voltam a szövetkezetnél, megkérdeztem az könyvelő asszonyt, hogy mikor lesz a küldőgyűlés, és mondja, hogy holnap lesz. Tehát én személy szerint nekem tudomásom volt arról, hogy mikor lesz a küldőgyűlés, de hangsúlyozom, hogy a tagságnak semmi elképzelése nem volt, mert a szövetkezet mindig eltitkolta, hogy mikor tart küldőgyűlés. De ezen a küldőgyűlésen részt vettem, és meghatalmazással részt vettem a botrányok miatt, mert robbant rendkívüli tagértekezleteken is. A tagértekezleteken mindig emlékeztetőt kell készíteni. Erről a tagértekezetről a dokumentum van, hogy semmiféle emlékeztető nem készült. Az az igazság, hogy akkor ott, amit a tagság ráömlesztett Farkas úrra, azt nem tette zsebre. Tehát azt a panaszárodatot. Na már most, én ezt ledokumentáltam, és benyújtottam a szövetkezetne a küldőgyűlésre reagálva, meg az ottani tagértekezeten elhangzottakra is, és akkor utalást tettem, hogy a tagokat Farkas úrnak közölték finoman szólva, a mellébeszél csúsztat, tehát én most finomítom azt, amit ott elhangzott és kapott a Farkas úr. Aztán én itt megkérdeztem azt, hogy mely lépcsőházak mikor, milyen kondícióval kötöttek LTP-ket, adjon részletes elszámolásra lépcsőházakra bontva. Ez a lakástakarékpénztár, lakástakarékpénztár, ezt 13-ban megkérdeztem, és rendszeresen... De ezt most is felszokta tenni ezt a kérdést. Tessék? Ezt most is mindig fölteszi. Igen, és csak 19-es küldőgyűlésre tudtam elérni, úgyhogy már megfenyegettem őket, hogy bírósághoz fordulok. Akkor közöltek egy össze-vissza elszámolást, de érdemes lenne a lakástakarékpénztárokra külön kitérni. Na, akkor ebben leírtam azt, hogy tulajdonképpen az Ódor úrott egy beszámolót tartott, megígérte azt, hogy pár dolgot a felszólalásom után kiküldi azt, hogy mi alapján csinálták az elszámolásokat.
Itt közöltem azt, hogy semmiféle felmérést nem végeztek, mielőtt a küldöttekkel megszavaztatták volna a hitelfelvételt, tehát ezt a 720 millió forintot. Nem tájékoztatták a tagságot, csak késztények elé állították őket. Itt már azért a felzúdulások miatt látható volt, hogy csökkentek az összegek. Tehát amit Ódor úr itt mondott, már az is csökkent. De én felvetettem azt is ott, hogy ha a szövetkezet nem tesz más, mint felveszi ezt a 720 millió forintos hitelkeretet az OTP-től, és ezt valahol leköti, felét felhasználja, akkor a horribilis összegről van szó, kinek kamatozik a pénz, az a felesleg, amit felvesz a szövetkezet. És önök miként... Ja, és akkor írtam, hogy önök ismét fordítva ültek örülre, nem véletlen, hogy kiverték a biztosítók, az emberek jogosan vannak felháborodva. Aztán tovább emme. A 13-ban, amikor a küldőgyűlésen ott voltam, kértem a küldötteket, hogy ne fogadják el a küldőgyűlési határozatokat, beszámolott, mivel a beterjesztés zavaros, átláthatatlan, nincs konkrét számítási adatokkal a hitelfelvétel alátámasztva. Beszéltem arról, hogy nem kapnak a lépcsőházok valós elszámolásokat. Ezt a Farkas úr az egyik levelében azt közölte velem, hogy azért nem a személyiségi okra hivatkozva nem lehet kiküldeni a lépcsőházi elszámolásokat. Hát ilyenről még nem hallottam. Ez is több éves levelezésem eredménye lett, míg aztán végül kénytelen kiadni, mert a cégbíróság kötelezte. Beszéltem arról, hogy nem kapunk lépcsőházi elszámolást, a tagok tájékoztatása szinte egyenlő a nullával, a tagértekezletek éves egyszerűen semmit érőek, gond van magas üzemeltetési felújítási költséggel, lépcsőházaink elhanyagoltak, a küldőgyűlésében a beszámolóban szervezett kimutatások átláthatatlanok. És kértem a Liszt Ferenc felügyelő bizottság feladatát ellátó egy szemét, ez is érdekes, 7-5-3, majd évek óta egy felügyelő biztosa van egy ilyen megaszövetkezetnek, hogy legyen szíves ellenőrizze a mi lépcsőházunknál, mert a mi lépcsőházunkat régen mínuszba tünteti fel a szövetkezet, holott legalább plusz 2 millió forintos plusznak kellene lenni. Tehát ez le van dokumentálva. Sajnálatos módon majd... A másik problémáról is felhívtam a figyelmet, hogy 13-ban elfogadtatták azt a küldőgyűlési határozatot, amivel a tagok jogait ismételten csak csökkentették. Tehát a tagoknak eljutottunk odáig, hogy csak kötelességei vannak, a jogokat minimálisan évről évre megnyírbálják. A kötelessége pedig a tagnak az, hogy fizesse az előírt szövetkezet igazgatóság által meghatározott összegeket. Csak a kötelességek között azt is szerepeltetik, hogy ha a vezetőség rosszul gazdálkodik és hiányt kreál, akkor azt tulajdonképpen a tagoknak kell pótbefizetésképpen megfizetni. Tehát felmerül a kérdés, hogyha a vezetőség úgy gazdálkodik, hogy a tagoknak rálátása nincs beleszólása, de rosszul gazdálkodik, óriási hiányokat kreált, azt viszont ránk fogják sózni, és nekünk kell befizetni, vagyis hát a tagoknak. Igaz, hogy én tulajdonképpen tavaly eladtam a szövetkezeti lakásom, a tag nem vagyok, de a tagság felkérése alapján szeretnék végigjárni az ügybe. No, folytatjuk még innen. Most nézzük meg Farkas Károly tagtársnak a véleményét. Most is kaptam egy levelet az igazgatótól, és megkérdezte, hogy milyen minőségben teszek fel neki kérdéseket. Én válaszoltam is neki, hogy válaszolja már meg, hogy melyik kérdésemre gondol, ugyanis több kérdést is több alkalommal írásban feltettem neki, és nem tudom eldönteni, nem ad rá választ, hogy most melyik témával kapcsolatban kellene nyilatkoznom. De az érdekesség ebben, hogy egy évvel ezelőtt már ugyanúgy megkérdezte ezt tőlem, amikor nagyon jól tudja, nagyon jól ismer, hiszen most jelen pillanatban pereskedünk is egymásra, hogy én a szövetkezet tagja vagyok, és mint a szövetkezet tagja, nekem teljes mértékben jogom van tőle kérdéseket vagy hozzá kérdéseket intézni, és neki meg kötelessége válaszolni. Hát ez a kommunikációnk. Nem igen akar a szövetkezet olyan kényes kérdésekre válaszolni, ami ugyebár rosszul érinteni őket. Ezt tudom mondani ez ügyel kapcsolatban. És akkor még a villámhárítóról is szeretett volna beszélni. Mi a helyzet itt ennek a lépcsőháznak a villámhárítójával? Hát ennek a lépcsőháznak a villámhárítójával az a baj, hogy rettentő sokba került. Lecserélték az egész rendszert, és ha ránézünk az épületünkre, a mi épületünket 1 millió 115 ezer forintért csinálták meg.
A minőségről ne is beszéljünk, ezt majd közelebbről is megnézhetjük. A mellettünk levő lépcsőházat 350 ezer forintból csinálták meg. Ha a másik irányba tekintünk, ott meg lehet nézni, hogy ott hozzá se nyúltak a rendszerhez. Nem is értem, hogy miért kellett hozzányúlni, mert nem volt előtte felmérés, hogy ez a rendszer, ami fent volt, hogy ez megfelelt, vagy nem felelt meg az előírásoknak. Tehát egyszerűen csak pénzt akartak, gondolom, költeni rá, és nem is keveset, mert azért az látható, hogy hatalmas az eltérés. Nem hiszem, hogy van még Fehérváron egy olyan épület, ilyen négyemeletes, ahol ennyi pénzt költöttek volna egy villámhárító rendszer kialakítására. Szeretnék beszélni a lépcsőházakban elkövetett szabványosításokra. A mi lépcsőházunk és a mellettünk levő 24, amely szövetkezeti lépcsőház, a többi az nem az, előírták, hogy gázszabványosítást kell végezni a szövetkezet minden egyes lépcsőházán, és ennél a két lépcsőháznál nem végezték el. Ez annak a következménye, hogy én bebizonyítottam, hogy az, hogy a Farkas Béla állítása, miszerint ezt a katasztrófavédelem vizsgálja, törvény írja elő, nem igaz. És én addig ágáltam az ellen, hogy több százezer forintot kifizessen a szövetkezet erre a munkára, míg elálltak tőle. A többi lépcsőháznál, amelyik szövetkezethez tartozik, és nem kevés, mert 146 lépcsőház van a szövetkezetnél, és ebből úgy hiszem, hogy a fele a négyszintes, amelyiket ezt érinti, nagyon sok milliót kifizettek teljes mértékben egy fölösleges munkáért. De ugyanez most jelen pillanatban az elektromos szabványosítás. Kifizettünk rá 680 ezer forintot, arra hivatkozással, hogy ez szintén törvény írja elő. Utána néztem, nincs ilyen törvény, nem találok ilyen törvényt, tehát ebből kifolyólag nincs is, mert ha lenne, akkor azt megtalálná az ember. És ugyanúgy kifizettettek velünk egy csomó pénzt, ráadásul olyan összegeket fizett, olyan munkáért fizettünk hatalmas összegeket, amit más majdnem csak hogy ingyen megcsinálna. És ahogy ezt mutattam is már tulajdonképpen a képekből, és ebből nem egy, nem kettő van. Ráadásul olyan munkadíjak, olyan smér is számoltak fel munkadíjat, ami munkát el se végeztek. Mégis leszámlázták, és ez nem zavarta a szövetkezet vezetőségét, ami egyértelmű, úgy hiszem, hogy felháborító. De ha a tavalyi évet vesszük figyelembe, tavaly arra hivatkozva, hogy önkormányzati rendelet írja elő, mert volt nálunk egy csőtörés, hogy digitális térgépet kell róla készíteni. Én írtam az önkormányzatnak, ott visszaírtak, hogy ilyen rendelet nincs, mert ez magántulajdon a vízóra utáni csőrendszer, ami meghibásodott. Tehát nem igaz. De ugyanúgy mondhatnám, hogy itt vannak ezek a négy emeletes lépcsőházak, aminek a szellőzőjét kitisztítatták, és 3 éve tisztítatják. 3 évvel ezelőtt 49 ezer forintért, az idén, vagy tavaly pontosabban 28 ezer forintért, arra hivatkozva, hogy törvény írja elő. Én megtaláltam ezt a törvényt, csak hogy a törvény azt írja elő, hogy a 14 méter magasság alatti lépcsőházakra vonatkozik. És nálunk ez a 14 méter, ez áll, az alatt vagyunk. Írtam ez ebben a főépítésznek is, itt Fehérváron, és írtam a katasztrófavédelemnek is, és egyértelmű azt a választ kaptam, hogy ránk nem vonatkozik, mivel a legfelső szint padló szintjét, tehát egy áró szintjét kell figyelembe venni, ami a mi lépcsőházunknál durván 12 méter. Tehát bőven a 14 méter alatt vagyunk, de törvényre hivatkozva költöttek 28 ezer forintot a semmiért. Most még egy záró gondolatra van időnk. Két gondolatot szeretnék itt a villámhárítókkal kapcsolatban. Elhangzott az, hogy óriási összegek kerültek. Itt érdemes lenne megvizsgálni ezt a 140 millió forintos céltartalékot, hogyan képezték és hova is költötték. Hát a villámhárítókkal kapcsolatban volt már műsor, amiben egy társasház kezelő közölte azt, hogy 3 lépcsőházra a legmagasabb árajánlat, amit 2-600 ezer forint nálunk, 1 lépcsőházat csináltak, 800 és 1 millió valamennyi között, amit itt a Farkas úr is említett. Ez az egyik. A gázszabványosítása kapcsolatban is egy csomó felesleges munkát, amit nem, a törvény nem tett volna kötelezővé, eltapsikoltak egy csomó pénzt erre,
És a másik gondolat, amire reagálni, találtam egy ilyen levelet, hát szó volt, hogy a szövetkezetnél milyen válaszok jönnek, hát ilyen válaszokat kapnak a tagok, hogy például nekem azt írták, hogy megjelöli a két levelemet, napjánként levelein már önáltal ismert okok miatt válasz nélkül hagyom. Leveleinek tartalma alapján megállapítható, hogy egy újabb eljárás érik. Egyrészt, aki kritikát gyakorol, azt állandóan fenyegetik, másrészt pedig ilyen válasz jön, hogy nem ad választ. Ez nem válasz, érdemi válasz. Tehát egy csomó ilyen levelet tudnék összegyűjteni és prezentálni. Tehát nagyon-nagyon sok van a gond van a szövetkezetnél. Jó lenne, ha tovább foglalkoznánk vele, és jó lenne, az igazgatóságtól válaszokat kapnánk a kérdéseinkre. Köszönöm, folytatni fogjuk a témát. Nézőknek pedig köszönöm, hogy velünk tartottak köztérrel. Legközelebb egy hét múlva jelentkezünk itt a Fehérvár Televízióban. Viszontlátásra!